hol az ablakban semmi más nem látható, mint egy üres, puszta virgács. Szendrei Júlia egyik meséjét olvasta fel dr. Pór Judit. Petőfi özvegyének irodalmi munkásságát sokáig nem láthattuk nyomtatásban, azonban mára már egyre többen forgathatják ezeket a lapokat is. A 19. századi sajtóban az alkotót kortársai szokatlanul élénk fantáziával és mély érzésvilággal rendelkező szellemdús írónak tartották. Ő fordította le először Andersen meséit magyarra, hatása érződik is írásain. A szendrei műveket tartalmazó könyvet egymásnak adták át az olvasók. Folyamatosan érkeztek a résztvevők, tehát volt egy ilyen jellegű feelingje is, hogy éppen aki megjött, és amiből addig olvastunk, annak az üzeneteit át tudtuk adni, illetve tudtuk hallgatni az éppen megérkezőket, akik voltak, hogy sokkal szabadabban válogattak, hiszen rendkívül sok kötet van itt kikészítve a kis olvasókuckóba. Igész nekem paripát, mégpedig párjával, legyenek bármi drágák, nem gondol szárával. Szendrei Júlia írásai mellett a felolvasók választhattak kötetet Petőfi Sándortól, vagy Petőfi Istvántól is. A környékbeliek mellett Marcaliból és Győrből is érkeztek a programra. Az alkalmon egy 1884-es kötetet is fellelhettek az érdeklődők, mely a Nemzeti Dal költőjének összes költeményét tartalmazza. A 24 órás felolvasó maraton célja az volt, hogy megemlékezzenek Keszthely híres szülöttjéről. Szendrei Júlia emléktábláját meg is koszorúzták a költőnő születésnapján. Erre 13 éve mindig időt fordítanak az emlékház gondozói. A felolvasást a Petőfi emlékév előperformanszának szánták. A Petőfi százas centenárium év, azt kevesen tudják, de az itt zárult ebbe a kertbe, a Szendrei Júlia emléktábla felavatásával, és hát ugye a Petőfi 200-as évet azt már hivatalosan úgy tudom, hogy megnyitották, illetve hát Kiskörösön ott mindig nagy szokás az, hogy az ottani Petőfi emlékház háromnapos rendezvényt tart, úgyhogy mi a magunk részéről ugye Júliát ünnepeljük, hiszen ez a hihetetlen szerencse volt, hogy Júlia és Petőfi Sándor születésnapja néhány nap különbséggel volt. A Szendrei Júlia emlékszoba ebben az évben bővülni fog. Három nagyobb teremben állítják ki az új tárlatot. A tervek szerint a múzeumok éjszakája környékén nyílhat meg a bővített kiállítás.